Kettő egyre kikapott az FC Nagykanizsa a Kozár a hétvégén. Az alig egy hónap múlva kezdődő tavaszi szezon előtti harmadik felkészülési mérkőzésen két hasonló tudással és adottságokkal rendelkező csapat mérte össze erejét az olajbányász pályán. Az első gólt büntetőből a baranyaiak szerezték, ám nem sokkal később egy mélységi paszt követően Lőrinc Bence egyenlített. A második fél időben a mislenyiek ismét magukhoz ragadták a vezetést, az MTK-tól kölcsönvet Babinski Bence jó voltából. Noha a találkozó hátralevő részében végig nagyot küzdöttek a csapatok, több gól már nem született. Az FC Nagykan is a következő felkészülési meccse szerdán lesz, ismét hazai pályán a horvátszlavenbelupó B gárdája elleni mérkőzés 11 órakor kezdődik.